Sziasztok! Na hát ez a videó lenne a folytatása az előzőnek, ami szintén Koppenhágáról szólt. Most viszont már az a különbség, hogy Pannival, illetve Priscivel lakom. 3 napot maradok velük. Ugye az előző videóban megnézegettük a várost, másik baráti körrel jöttem és velük voltam. És most viszont azt fogom nektek megmutatni, hogy akkor mit is csinálok velük, illetve Oráció is itt van, és egyébként nagyon-nagyon vicces, mert így nem tudom, mi történik, hogy az egész világ itt van, mert egy másik barátnőmmel is össze fogom majd még itt futni, aki szintén Budapestről jött ki. És hogy valamiért most ősszel nagyon népszerű desztináció lett mindenki számára Koppenhága. Oráció is itt lakik egyébként Panninál és Priscinél, és 4-esben vagyunk, meg nem fogunk végig 4-esben programozni, mert közben Panninak is van edzés, meg dán órája, nekünk is van elég sok munkánk, amiket megpróbálunk megcsinálni délelőttönként, úgyhogy ez most kicsikét ilyen nyugisabb lesz, és úgy tényleg megpróbáljuk lekövetni az életüket itt Koppenhágában, szóval nem annyira turistás lesz most, meg nagyon-nagyon pörgős így a napok. De akkor tartsatok velem most a következő 2-3 napban. Jöttünk egy háj üzletbe, ami Budapesten nem elérhető, és nem is lehet amúgy rendelni ilyen cuccokat Magyarországra. És annyira menő dolgok vannak. Főleg így a stúdium miatt így nagyon lelkesen végignéztem, de ami amúgy tetszik, azt egyszerűen bőröndömben nem fogom tudni hazavinni. Illetve elég borsosára van amúgy mindennek, de nagyon-nagyon menő a stílusa. Ez a kiállítás pedig, vagy hát ez a múzeum pedig ma ingyenes, úgyhogy van ilyen hazat kintet ide, ezt is csak egy helyi tudná. De amúgy nem lehet a kicsi, igen. Én amúgy első félek. Ez ki? Ez szép. Ügyes vagy. Te még mindig vlogolsz? Nem is tudtam. Azt annyira megnézem, hogy belesz a sárba. Igen, jól van, ilyen kis csalásokban. Na most csak így tovább sétálgattunk a városban az ebéd után, ami egyébként nagyon-nagyon finom volt. És most fogok találkozni akkor Borival is, a Rációval találkozunk Borival, aki itt van szintén a városban, és addig Panni meg elmegy a dán órájára.
kiváltatjuk ebből. Tartalmas kis kisztolósz. Arbeide. Imol. Jeska, Bisse. Minne, Venne. Asta, minne, min. Egy, tó, fe, számolni nem bírom, úristen, nagyon jó. Csú. Én a csú. Csú a csú. Engem lenyűgözött. Azt akarod, hogy pusoljon? Engem lenyűgözött. Nem, ez egy ilyen megerősítés, egy folytást. Mármint a nyelvtanulásnál beszédet. Az a jó benne, hogy nem specifikus, hanem egy ilyen általános kérdés. Na, ez lenne az utolsó teljes napunk Koppenhágában, mert holnap délben már megy haza a gépem, úgyhogy ez lenne az utolsó napja is ennek a vlognak. Eljöttünk kávézni Priscivel, Aletrival és Pannival, azután pedig a városban fogunk sétálgatni. Délután pedig van egy kis munkám, ami miatt haza kell mennem ezt elintézni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szép esítő nap, és egy csak jó nap lesz. Hogy is van ez? Találtam egy nagyon-nagyon szuper posztert a stúdióba, amit mindjárt meg is mutatok nektek, mert hogy a karácsonyi téli dekoráció, szóval fogalmazunk úgy, hogy vannak olyan dolgok a stúdióban, amiket úgy szeretnék lecserélni, hogy azok ne legyenek annyira nagyon karácsonyiasak, hanem inkább így színekben, tónusokban legyenek télhez illőek. Szóval a poszter, amit találtam, és már elég régóta kinéztem, és szerencsére megvolt abban a boltban, ahol nézelőttünk ma, az ez a kép lenne. Sophia Linnek hívják azt a művészt, aki ezt festette egyébként, de ugye poszter formájában lehetett megvásárolni, és ez majd a kis szobába a kanapé felé fog kerülni így a téli időszakra. Viszont utána Priscivel mi visszajöttünk dolgozni, Horáció meg Panni pedig nem tudom pontosan, hogy hol vannak, sétálgatnak a városban. Tudom, hogy kinek mennyi nincs, hogy inkább. Hát nem volt itt már erőm bejelentkezni, de csak el akartam köszönni tőletek. Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!